Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a felvétel megjelenik május 26-án, és az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Purvasada holdházban van. Ez a holdház azt jelenti, hogy vannak elképzelések. De ez kevés. Ennek érdekében tenni kell valamit. És pontosan ez a mozgás, hogy indítsunk valamit annak érdekébe, hogy egy álom megvalósuljon. Ezen a napon a hold egy kapcsolatban áll a lefele mozgó kármikus csomóval, Kétúval, ami utal a múltra, és egy kapcsolatban áll Ráhúval, a felfele mozgó kármikus csomóval, ami jelenti a jövőt. Ez a kapcsolat nem jó. Ezek kihívások, nehézségek, problémák, ami azt jelenti, hogy ne a múlttal foglalkozzunk, és nem kell töprengeni a jövő miatt, hanem éljük a jelent. Itt van most az életerőnk, és pontosan ez hoz szerencsét számunkra. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Az ő gondolata felül látható. Egy férfi és egy nő. Amennyiben te egy hölgy vagy, akkor te vagy itt a királynő, és uralkodsz a levegő eleme felett. Ami jelenti a te ötleteidet. Jelenti a döntéseket és a kommunikációt. Ez a férfi hátat fordít most neked, mert nincs kedve beszélgetni. Lehet, hogy elvárja azt, hogy hoz komoly döntéseket, de ő nem beszél arról, hogy ő milyen döntéseket hoz. Egy más irányba tekint. A kezében van a bot, tehát ő is cselekszik, nála a tűz eleme érezhető. Ez jelenti a bátorságát, a lelkesedést. Abba az irányba tekint, ami őt lelkesít. És elkerül téged, mert nem akar bizonyos dolgokról beszélni. Ami nála lehetséges, hogy tervez egy utazást. Az érzelmeit bal oldalon látjuk. A kártya mutatja, hogy vannak nála kihívások, viták, veszekedések, alul az érmék jelentik az anyagiakat, lehet, hogy az anyagiak miatt, de ha pénzről van szó, akkor itt a munkát és a hivatást is megtekintjük, hiszen összefügg egymással. Lehet, hogy a kihívások a munkahelyén vannak, vagy a pénz miatt, vagy a munkahelyén vannak a nehézségek. Az is lehet, hogy ez a kihívás kettőtöket érint, mert a múltban voltak viták, és most hátat fordít, nem figyel erre oda, nem kér bocsánatot, nem akar erről beszélni, hanem az erejét és az idejét a munkájába fekteti. Mit fog tenni, az jobb oldalon látható. Légy kicsit türelmes, hiszen megnyugszik, és látható a fehér lovon, hogy jönni fog, sőt, átnyújtja számodra az aranykelyhet, ami jelenti a víz elemét, tehát az érzelmeket, érzelmekkel közeledik hozzád, kimutatja az érzelmeit, sőt, átnyújtja az aranyérmét, ami lehet anyagi segítség, vagy jelentheti a belső értékeket, hogy kimutatja azt, hogy értékel téged, hogy ez a kapcsolat értékes számára. Mi fűz össze benneteket, az középen van a magyar kártyán,
itt most a H betűről van szó. Leírhatod a kommentárba, hogy mit jelent számodra a H betű. Ez lehet név, ez lehet egy fogalom, egy ország vagy egy város. Ami nekem eszembe jut, Hanna, Heike, Henrich, Hévíz, mint fogalom hamarosan, hamarosan jönni fog. Középen van a régi írásmód, az úgynevezett rovás írás. Ez olyan, mintha valaki átölelne téged, vagy ti átölelitek egymást. Amit még jelent középen, az a kocka, az a biztonság érzete, az alapok, az otthon, a visszahúzódás, de minden irányban van egy ilyen nyíl, tehát vannak lehetőségek, ki lehet mozdulni, vannak kapcsolatok. Tehát nem csak az otthon, ezek az alapok fontosak, hanem a kapcsolatok is. A német nyelvű területen szintén van ilyen régi írásmód, amit ők rúnának hívnak. A rúna kártya alul bal oldalon látható, ugyanolyan ez a szimbólum, mint a rovás írásnál. Náluk jelenti az otthont, az értékeket, és az értékek körül ott van a nagy fal, a várnak a fala, mert őrizni kell, védeni kell ezeket az értékeket, vagy az otthont. Ezen a falon van egy kapu, amit ki lehet nyitni, vagy be lehet zárni, attól függően, hogy ki kopog az ajtódon, kit engedsz be, és kit nem. De védd az értékeidet. Vigyázz rá! A napi energiakártya az jobb oldalon alul látható. Már többször megemlítettem azt, hogy szerintem a modern tárókártyáknak nem sok köze van a régi kártyákhoz, hiszen a képek nem azt mutatják, ami a táró jelentése. És én nem a táró jelentését nézem a modern kártyáknál, hanem azt, hogy mit mutat számomra a kép. Arra figyelek oda, és látható, hogy ez a hölgy keres valamit, hiszen ott ül a heverőn, és felnyit ott valamit, bepillant, hogy mi van ott alul. Lehet, hogy elveszített valamit, és ezt keresi, vagy azt is jelentheti ez a kép, hogy legyünk nyitottak új lehetőségekre. Keressünk egy új területet, ami örömet okoz számunkra. Ez lehet a hivatás, ez lehet egy hobbi, lehetnek új kapcsolatok is. De a kártya tényleg azt is jelentheti, hogy elveszítettünk valamit, és keressük. Nem csak keressük, hanem meg is fogjuk találni. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a kommentárba a véleményedet, vagy azt, hogy mit jelent számodra a H betű, vagy mit jelent ez a régi írásmód, esetleg mit jelent számodra a rúnakártya. Azt is leírhatod a kommentárba, ha elveszítettél valamit, hogy keresed, vagy már megtaláltad. Azon kívül meglátogathatsz a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!